Az előző részben a bántalmazásról beszélgettünk, azonban nagyon sok alkalommal előfordul, hogy a bántalmazás mögött, illetve a tetlegesség és az agresszió mögött valamilyen pszichiátriai betegség áll, vagy pedig alkoholizmus, adott esetben drogfogyasztás. Kihez lehet fordulni ilyen esetekben? Mi a teendő? Abban az esetben, hogyha családon belüli erőszakot tapasztalunk, de nem is muszáj ennek családon belüli erőszaknak lennie, egyszerűen egy közvetlen veszélyhelyzetnek vagyunk a tanúi, amikor valakinek az élete veszélyben van például, és ezt semmiképpen nem tudjuk megfékezni, akkor jöhet szóba a sürgősségi pszichiátriai gyógykezelésnek az igénybevétele, de hogyan is történik ez, hisz nyilvánvalóan csak úgy nem lehet valakit bevitetni a pszichiátriára. Nyilvánvalóan fenn kell állnia egy olyan közvetlen veszélyhelyzetnek, ami indok lehet arra, hogy valakinek az alaptörvényben biztosított személyes szabadsághoz való jogát korlátozza. Az, hogy pontosan mi is egy ilyen közvetlen veszélyhelyzet, ezt a laikusok nem igazán tudják megítélni. Éppen ezért az egészségügyi törvény egyértelműen rögzíti azt, hogy az orvos fogja mérlegelni azt, hogy az adott cselekmény az már indoka-e annak, hogy valakit idézőjelben bevitessünk a pszichiátriára. Ugye itt lehet adott esetben a mentőorvos, aki a mentővel kimegy, és lehet a házi orvos is. Tehát mit tudunk csinálni, ha azt látjuk, hogy valaki tényleg olyan, akár önmagát, akár mások életét veszélyeztető tevékenységet folytat, akkor telefonálni kell vagy a házi orvosnak, vagy a mentőknek, és ezt követően kezdetét veszi az az eljárás, amit úgy hívunk, hogy sürgősségi pszichiátriai gyógykezelés elrendelése. A köznyelben leginkább a kényszergyógykezelést ismerjük, mint fogalmat, azonban ennek több válfaja van, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy valakinek kényszerrel beadnak bizonyos gyógyszereket. Igen, tehát hogy kerülhet valaki a pszichiátriára? Nyilvánvalóan kerülhet valaki önkéntesen saját elhatározásából is. A sürgősségi esetről az előbb beszéltünk is, ugye van a kötelező pszichiátriai gyógykezelés, amikor minden olyan gyógykezelést értünk, amikor a sürgősségi gyógykezelés elrendelésének a feltételei nem állnak fenn. Ugye ott tartottunk, hogy van egy közvetlen veszélyhelyzet, és az azt észlelő orvos úgy mérlegeli, hogy igenis szükség van az adott egyén esetében a pszichiátriai gyógykezelés elrendelésének. Bekerül ez az ember a pszichiátriai intézetbe, és itt az intézetnek a vezetője tulajdonképpen haladéktalanul értesíti a bíróságot arról, hogy történt egy ilyen eset, mert a személyi szabadságot nem lehet csak úgy korlátozni, mindig a szükségesség és az arányosság mércéje között kell mozogni. Éppen ezért nagyon alapos vizsgálatot igényel az, hogy valakit bent lehet-e tartani akarata ellenére a pszichiátrián vagy sem. Mi történik ekkor? Megérkezik a jelzés a pszichiátriai intézet vezetőjétől a bírósághoz, hogy beszállítottak egy szemét, és el kell dönteni, hogy bent maradjon-e vagy sem. Hát fogalmazunk így, mert ugye tulajdonképpen ez a lényege az egésznek. Ekkor a bíróság részéről eljáró személy kimegy személyesen a pszichiátriára. Az érintett beteg nincs egyedül, hisz mellette az ő védelmében egy kirendelt ügyvéd, ügygondnok jár el, és ennyire rövid idő alatt, mert ugye 72 órán belül kell eldönteni azt, hogy bennmaradhat-e valaki vagy sem, még készül egy igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény is. És mindezen adatok függvényében fogja eldönteni azt a bíróság, hogy indokolt-e bentartani akarata ellenére az adott szemét vagy sem. További garanciát jelent az érintett beteg esetében az, hogy ezt 30 naponként a bíróság felülvizsgálja. Nagyon sok esetben egy ilyen kényszergyógykezelés miatt indul meg valakinek a gondnokság aláhelyezése. Ez mit jelent és hogyan történik? Igen, nagyon sokszor találkozunk a gondnokság aláhelyezési perekben olyan szakvéleménnyel, amit ugye az előbb említett sürgősségi gyógykezelés elrendelése körében készít egy független elmeorvos szakértő, ugye olyan szakértő, aki nem vett részt még a betegnek a gyógykezelésében, és a véleménynek az utolsó kis sorában nagyon sokszor odaírják a szakértők, hogy mindenképpen indokolt az érintett betegnek a gondnokság aláhelyezése, mert olyan pszichés és mentális állapotban van, hogy nem képes arra, hogy az ügyeit ellássa.
A kényszergyógykezelések kapcsán beszéltünk arról, hogy azt 30 naponta felül kell vizsgálni. Ebben az esetben ez végleges döntés, vagy ennek is van egy felülvizsgálási ciklusa? Ez sem végleges döntés, ez is felülvizsgálandó, kötelező felülvizsgálati ideje van. Sőt, abban az esetben, hogyha valakit gondnokság alá helyeznek, és tegyük fel, 5 éves időtartamban állapította meg a bíróság a felülvizsgálatot, de az érintett személy úgy érzi, 2-3 év után, hogy az állapota stabilizálódott, már jobban van, akkor semmi sem akadályozza őt abban, hogy ő maga indítsa el a pert és kérje a gondnokság alá helyezésének a megszüntetését. A gondnokság alá helyezés érinti a fogyatékossággal élő gyermekeket is. Ebben az esetben viszont ki kell térnünk arra, hogy nem feltétlenül a szülő marad a gondozója a gyermeknek. Igen, nagyon sok esetben előfordul az, hogy a szülő, aki sajnálatos módon éveken át neveli a fogyatékkal élő gyermekét, ugye már szinte beleívódott a mindennapjaiba az, hogy minden ügyet el tud intézni a gyermeke helyett, mert ő a törvényes képviselője. Igen ám, de ez a törvényes képviseleti jogosultság a gyermek 18. életévének betöltését követően megszűnik, és nyilvánvalóan kell valamilyen státusz, ami följogosítja majd a szülőt arra, hogy a későbbiekben is a gyermeke nevében el tudjon járni. Ilyenkor is szükséges a gondnokság alá helyezésnek a megindítása. Főként ilyen esetekben fordul elő, hogy maga a szülő kéri a saját gyermekének a gondnokság alá helyezését, ugye már nagykorú gyermekének a gondnokság alá helyezését. Az, hogy a szülő lesz a gondnok vagy sem, nyilvánvalóan ez egy másik eljárásnak az eredménye, de általában az a szülő szokott lenni a gondnok, aki a gyermeket neveli. Nagyon ritka az az eset, hogy maga a szülő a későbbiekben nem vállalná ezt a gondnoki tisztséget, de természetesen előfordul, és ilyenkor hivatalból rendel ki gondnokot az adott gyámhivatal.